Úristen, de fényideges így! De be fogok állni! Nem, én is tudom budálni. Nem hiszem el! Ismét együtt az utakon a Magyar Suzuki közlekedésbiztonsági kampányával. Idei kampányunk fő célja, hogy a kezdők, újrakezdőket jó tanácsokkal lássuk el, és a tapasztalt sofőröket egy picit érzékenyítsük az újrakezdők irányába, hiszen egyszer ők is voltak kezdők. Partnereink lesznek Sipos Orsi stand-upos újrakezdőként, Béna Réka énekesnő influencer tapasztalt sofőrként. Három feladatot találtunk ki nekik, melyet a hétköznapi életből vettünk ki. Napi szituációk, minden nap találkozhatnak velük. A feladatokat Gál Kristóf rendőrségi szóvivővel fogjuk értékelni. Az első feladat, melyben szereplőinket próbára tettük, egy kereszteződéshez megérkeznek, és egy állj elsőbségadás tábla szabályai vonatkoznak rájuk. Nézzük meg, hogy hogy teljesítenek a feladatnál. Balra megyek, kicsit megbrummogtam. Vigyázzatok, srácok! Jó! Stop termelnem. Megállnak. Gurulok hátra. Jó, bos. Jövök, megyek, szúzok. Azt kell mondanom, hogy mindent elég szabályosan csinált. Ami nekem feltűnt ebben, hogy ez a kis kompenzálás, hogy magában is mondja. Tehát mondja azt, hogy mit csinál, hogy csinál. Hát ebből a kezdők és az újra kezdőknél ez mindig megvan, ugye, hogy sorolom, hogy mit ne hagyjak el. Egy hibát vét tulajdonképpen, azt mondja, hogy most balra kanyarodunk és jobbra. Kanyarodunk, de indexelni is jobbra kezd el, tehát minden rendben. Teljesen rendben van, balt jobb, általában szokták kell. Hát ez nincs baj. Meg is állt a táblánál. Ugye, ahol stop tábla van, ott meg kell állni. Két dolgod van a stop táblánál, megállni és elsőbséget adni. Úgy nevezik azt a nagy fehér csíkot, ami oda van festve az aszfaltra, hogy a megállás helyét jelölő útburkolati jel. Főszabály szerint, ha ilyen van, akkor az előtt kell megállni, ha nincs, akkor pedig a kereszteződésbe behaladás előtt. És egy kezdő, vagy esetleg újra kezdő, aki még így benne van ebbe, amit a tanár úr tanított, én azt gondolom, olyan helyesen csinálja, mint a igen, igen, igen. Most az, hogy ő neki fél vagy egy méterrel a vonal előtt áll meg, az tulajdonképpen nem szabálytalan, mert eleget tett ennek a megállási kötelezettségnek. Így van. Nézzük Rékát. Most mennem kell még? Most még mennem kell? Na mindegy. Akkor megyek. Hát ment. Hát ment, így van. Mert igazából nem tudta eldönteni, most mennem kell, vagy nem kell mennem. Én azt gondolom, hogy egy tipikus esetét láttuk annak, aki egy tapasztalt, tehát saját magában ő felülírta ezeket a kressz szabályokat, és úgy érezte, hogy nem jön semmi keresztbe. Nem szabályosan tette, én azt gondolom, és azt hitte, hogy ez mehetünk a megint. Hát igen, ezt láthattuk. Ezért nagyon fontos az, hogy ne bízzuk el magunkat, én azt gondolom, tehát a tapasztaltság ne eredményezze azt, hogy a szabályokat áthághatjuk, mert én már annyira tudom a dolgokat. Mindenki próbált már meg nagy forgalomba jobbra-hátra merőlegesen leparkolni, hiszen megérkezett a céljához. Nézzük meg, hogy Orsinak és Rékának hogy sikerül ez. Akkor elé állunk, beindexeljük. Hát én most oda be fogok állni? Nem. Hátra. Igen. Légy szíves. Én is tudok dudálni. Ajaj. Most lehet, hogy nem biztos, hogy elég lesz. Bocsánat. Nem értek el. Jelentottam, hogy is. Nem megyek. Jó, hát hibába villogsz, szóval nem tudok gyorsabb lenni, kedvesem. Mehetsz most már amúgy, mert már van helyed. Bye! Ez rossz volt. Féltem. Ez egy nagyon jó végszó volt. Ez a rossz volt, féltem. Én azt mondom, hogy a manőverrel nagyon sok gondja nem volt. Tehát, hogyha nem lett volna ott ez a közlekedő társa, aki nincs türelemmel, tehát nem veszi észre, hogy egyszer ő is volt kezdő, és kicsit lassabban megy ez a hátramenet. Nagyon tetszett, amikor mondja, hogy remegek. Volt egy ilyen szó, amikor ugye elkezdtek dudálni, és hogy lélektelenek ráhatott, és tudott ugyan a parkolásra figyelni, de a végén, amikor elemezte, hogy az rossz volt, én szerintem nem volt rossz. Neki az volt a rossz, hogy az a másik ott volt. Aki ugye a kürtöt indokolatlanul használta, hogy fogalmazza a kressz, mindenkinek az az érdeke, hogy aki kezd vagy újra kezd, az minél hamarabb
megszerezze azt a tapasztalatot, rutint, amivel ő már még ügyesebben fogja venni ezeket az akadályokat. Ebben a helyzetben a tudálás az biztos, hogy csak tovább ássa ezt az árkot. És aztán még a parkolás is el fogja rontani, és egy idő után tényleg az önbizalom hiánya miatt végülis már a készségszinten is fog hibákat elkövetni az autókkal. Hiszen emberek vagyunk, és van lelkünk, és van lélektani állapotunk, és az iszonyatos kihatással van egyébként arra, hogy milyen képességeink vannak a vezetésre. Igen. Ez fantasztikus lesz. Most se tudom hirtelen, hogy hogyan kell ezt megcsinálnom. Hú, hát ezt elrontottam, oké, vissza. Még tudál is nekem, basszus. Úristen, de felidegesít! Nem hiszem el! Jó, oké, okay. Jó. Úristen, na jól van. Hihetetlen, meg vagyok. Beparkoltam. Ő egy tapasztalt sofőr, és aki még... szerintem egyébként nem szeret tolatva igen. parkolni, ebben nincsen rutinja. Igen, nem gondolja át, hamar áll meg, ugye, ezáltal nem fog tudni befordulni, majd megérkezik megint a társunk. Annyira sikerül a zavaró autósnak kizökkenteni őt a dudálással, hogyha jól számoltam, akkor kettő alkalommal már egyébként tökéletesen áll az autó ahhoz, hogyha még tovább tolat, akkor megvan a feladat. De mivel van egy ilyen sürgetés, ezért mindkétszer még előre az is egy kicsit ront az akkori autó állapotán helyzetben. Oda megyek, puf, dobok erőpercet és beállok, na most az szembesül vele, hogy mégse tudom ezt úgy megoldani, és ráadásul még látják is, Jézusom, pedig ezt én nem szoktam meg a környezetemből, hogy rám dudálnak, mert én már tudatosan vezetek és rutinos vagyok. A közlekedés egy nagy csapatjáték, nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra, és vegyük föl a közlekedésnek a ritmusát. Nézzük meg, hogy Orsinak és Rékának hogy sikerül ez. Na most ez mit csinál? Miért villog? Oh my god. Jó, hát én ezt nem előzöm meg. Mármint, hogy pont én ezt tudom ezt a tempót tartani, ez még amúgy még így biztonságosabb is. Én is bekapcsolom a villogót, mondjuk ilyenkor azt illik. Vagy így akkor szolidaritok, vagy ilyenek. Mit csináljak? Bekapcsoljam én is a vészvillogót? Tehát ezáltal ő azt a szituációt, ami a forgalomra egy lassító tényező, még jobban növelné szerintem. Tehát nem veszi észre a lehetőséget, nem tud kapcsolni, nincs bátorsága. Adott esetben mondjuk előzni, amivel a forgalomnak egyébként a ritmusát tudná javítani. Valóban, hiszen ez onnantól kezdve egy dominó lehet, és a mondjuk 3-4 autó van mögötte, már az okát se tudja, hogy miért lassító autó, az nyilvánvalóan azt gondolja, hogy hát valami van elől, ha meg lenne az a gyakorlata, meg lenne az a magabiztossága, ami mondjuk egy tapasztalt sofőrnek megvan, akkor merni azt vállalni, hogy a forgalomnál lényegesen, de indokolatlanul lassan haladó autót megelőzze. Tehát nem mindig csak azok a veszélyesek, akik nagyon gyorsan mennek és áthágják, hanem a bizonytalanság is, ahogy mondtad, nagyon sokszor vészhelyzetet tud teremteni a közlekedésben. Aha, na, de jó! Kedvenc emberém! Jó, akkor én szépen belőzöm. Így van, erről szólt. Ezt kell tenni. Időben felismeri Réka azt, hogy mit kell csinálni. Nagyon szépen használta az irányjelzőt, és gyakorlatilag ezt az előzést, ezt teljesen szabályosan abszolválta. Nagyon fontos az, hogy az előzést a forgalom ritmusába vegyük föl, és meglegyen a megfelelő sebességkülönbség. Egy mit jelent, 50-nel megyek, akkor nem 90-nel előzöm meg a szabályosan közlekedőt. Hát ez evidens nyilván. Ha 30-ost előzöm meg, akkor még 50-en meg tudom előzni. Aztán láttuk a szituációkból, hogy kezdő, illetve tapasztalt sofőrként is követünk el hibákat. Nem szabad elfelejteni, hogy egyszer mi is voltunk kezdők. Türelem kell hozzá, és nem azért van a T betű, hogy türelmet kérjen, hanem hogy ezzel jelezze, hogy én nekem még nincs annyi tapasztalatom, mint neked. A tapasztalat az nyilván idővel fog jönni, és hát azt ezekből a szituációból is láthattuk, hogy a dudálás, a sürgetés, a
kicsit ilyen magas lóról én már ezt tudom, és mit bénázol itt, az iszonyatosan kontraproduktív. Tényleg az kell, hogy azok, akik már tapasztaltak, fogadják el őket, hogy nem megy, és egy kicsit önbizalom kell, megismeri saját magát, az autónak a határait, és akkor bele fog illeszkedni ebbe a társas játékba.